A szokásos sárga szerelésében játszó Bonyhád hátrányos helyzetből indult a 13. illetve 14. hely eldöntéséről szóló második mérkőzésen. A Völgységieknél ugyanis alapembernek számító somogyfoki testvérpár egyike, sem Péter, sem Szabolcs nem szerepelt ezúttal a csapatban. Szabolcs egy meccses eltiltása miatt, Péter ugyan pályára léphetett volna, de Morgan Frigyes vezetőedző ezúttal úgy döntött, mivel nincs igazán tétje már ennek a meccsnek, újabb fiatalokat próbál ki, aminek a velük foglalkozó másodedző Rutkai Péter felettéből jut. Nem akartuk, hogy itt az öregek játszanak 40 percet, és akkor úgy nyerjünk esetleg, mert úgy gondoljuk, annak semmi értelme. Itt a fiataloknak is szerettünk volna egy játék lehetőséget adni, és adott is a Frici. Úgyhogy ők is megpróbáltak kicsit fölvenni, akik esetleg kevesebbet játszottak az idénbe. Dorogi Gergőről, Csobán Dávidról, Jakab Mártonról van szó, de Varga Edvinnek is újra bizalmat szavazott a szakvezetés. Olyan kiegyenlített volt ez a meccs, mint az egy héttel korábbi Békésen lezajlott találkozó. Egy kosár itt, egy ott, egy faolt itt, egy amott, és a három pontosok dolgában is mindig jött a túloldalról gyorsan a válasz. A harmadik negyed már a vendégeké volt egyértelműen, előbb 8, majd a záró negyed elején már 10-zel is ment a Békés. Ekkor felerősödött az a lelátói pletyka, lám-lám mégsem akar harmadik meccset a bonyhádi csapat, megkímélve magát a Békésre történő hosszú, kényelmetlen újabb utazástól. Hamar jött a pályáról a cáfolat, hisz mind a palánkalól, mind mezőnyből is jöttek menetrendszerűen a bonyhádi kosarak, és az ezen a meccsen a tőlem megszokottól a pontszerzésben is aloványabb, a csapathoz nyáron Paksról érkező fiatal kulcsjátékos Kub Bence megrázta magát, és stílusosan szép mozdulatok után nagy szólóval szerzett kosárral kiegyenlített a hazai csapat. 1 perc 40 másodperccel a vége előtt is 85-85 volt az állás, ezt követően a védekezésben többször is olyan hibákat követtek el, nevezetesen fölöslegesen faltoltak a bonyhádiok, miután a büntetőkből a Békés 4 pontot is tudott szerezni. És ez elég volt a 3 pontos végső sikerhez. Mivel hogy 3 másodperccel a vége előtt a bonyhádi Kismilán távoli tripla kísérlete lejött a gyűrűről, így a második győzelmével az utolsó előtti hely, nem most ugyan nem szoroz, a Békésieké lett, de ezzel együtt ők is kiestek az NB1B elit csoportjából. Bonyhád Békés 88-91, az összesítésben 2-0. Ez így alakult a vége, sajnos nyerhetünk is volna, tényleg egy kiki meccs volt, de igazából sok minden veszteni való nem volt egyik csapatnak se. Ha már a fiatalok kerültek szóba, a Bonyhádban októbertől a felnőttek között is kiemelkedett a 18 éves Paksi U20-ból érkező Pub Bence, aki a hátán vitte sokszor a Bonyhádot az egész bajnokságban, igazán nem rajta múlott a kiesés. Nagyon örültem, hogy ide hívtak, hogy itt játszhassak. Hát nekem ez nagyon nagy fejlődés volt szerintem az egész évben. Az U20-as meccsekhez képest mennyiben más egy NB1-s felnőtt meccs? Hát mit éreztél benne? Hát ez egy másabb szint azért. Itt azért olyan kvalitású játékosok vannak, nagyobb testű, izmosabb, erősebb emberek. Hát igazából ez egy nagyobb feladat volt, ez, mint az U20-as bajnokságban játszani. Szerintem sokat fejlődtem ebbe a szezonba. Szeretném jövőre is itt folytatni. Persze ehhez még meg kell egyezni a bonyhádi kulcsemberrel, Bencével. A paksi játékost ugyanis csábítják más csapatok, olyanok, amelyek bent maradtak a piros csoportban. A Bonyhád, mint kieső, a zöld csoportban folytatja várhatóan a 2019-2020-as szezon. De egyébként még sok a kérdőjel a bonyhádi férfi kosárlabdában közeljövőjével kapcsolatban. Még tárgyalások folynak itt a játékosokkal, a jövő csapat, a jövő évi csapat keret még nem alakult ki, van, aki már igen mondott, valakivel még nem is ültek le beszélni, úgyhogy még nem tudok én sem konkrétumokat mondani. Én úgy gondolom, hogy azért a csapatnak a nagy része az azért meg fog maradni, így ahogy volt, lehet, hogy lesz egy-két változás, de szeretnénk ezt a magot megtartani. Azért most itt van 5 olyan fiatal, akik a fiatal szabálynak is megfelelnek, és itt még
évekig tudnak segíteni ebbe a Bonyhádi csapatnak. Az, hogy egy 23 év alatti játékosnak mindig a pályán kell lennie az NB1B-ben is a következő szezonban, bizony nehezíti a fiatal játékosok leigazolásának lehetőségét, és fölismeri az árukat. Még nehezebb lesz úgymond tehetséges fiatalokat elcsábítani, mert az A csoport biztos, hogy le fogja őket vadászni, sőt, még azt mondom, akik itt vannak és tehetségesek, még azokra is külön vigyázni kell úgymond. Úgyhogy meg Bonyhád úgy gondolom egyébként is ilyen szempontból kicsit kiesik a Pixisből, mert itt van közelbe Pécs, itt van Paks, akik elcsábítják ugye az emberkéket, meg hát ide azért nehéz egy ilyen úgymond amatőr csapathoz ide csábítani úgy olyan játékosokat, akik ugye meghatározó szerepet tudnak betölteni és húzni tudják a csapatot. Rutinos idősebb képzett játékosok leigazolását nem bírja el a Bonyhádi klub költségvetése. A piros csoportban információink szerint havi félmilliós igénye van egy képzett játékosnak, és az ebbéli elképzelés az NB1B zöld csoportjában sem sokkal kevesebb, és nagy valószínűséggel a Bonyhádiak számára 2019 tavaszán sem lesznek elérhetők az akkori árviszonyok ismeretében.